azt, hogy ez egy újabb Free Fire Ranked videó, és meg kéne csinálni a 3400 pontot, nem? Hát így megláttam, hogy mi van, mondom mindjárt 3400 ponton vagyok, úgyhogy hát akkor ebben a Ranked videóban meg is próbálok fölmenni, nem mintha az akkora nagy cucc lenne, de amúgy régen az még számított valaminek amúgy, hogy 3400 pont az én már feljebb volt heroiktól, meg minden, az már egy ilyen újabb ilyen cél volt, egy ilyen célugrás, vagy hogy mondják, és akkor utána pedig jött volna 3700, ugye, ami egy csillagos heroik volt, most meg már az sem annál a pontszámnál van, azt hiszem, nem tudom, átrakom valami faszább skinre, zombi szamuráj, akkor ma berakni amúgy. Szóval van, itt van-e? Így né. Hát, nem is tudom, felsőnek mi legyen. Felsőnek legyen ez, most nyomjuk ilyen nagyon veteránba. És ilyen nagyon veteránba nyomjuk, srácok. Nadrágnak az izé nadrág, az a shoppos, az a 300 diás, vagy nem tudom mennyi diás. Szóval van, mi régen nagy ilyen nadrág volt. Ami régen többet ért, mint az S1-es nadrág, nem amúgy csak viccelek. Ez? Vagy nem ez volt? A mindegy, én úgy emlékszem, hogy ilyesmi volt, vagy ez volt pont. Mert volt neki ilyen logókája, igen. A cipőnek pedig ez a szokásos fehér cipő. Na így, ez így ultra brutál veterán skin. Akkor mehetünk is. Egyébként most Wild Rift videót akartam, de hát inkább nem, mert ahhoz ugye jobban kell figyelni, meg ilyesmi, jobban kell figyelni a játékra, meg stb. Ugye. És akkor így úgy, hogy dumálok közben, meg ilyesmi, ez az, hogy nem fog menni. Úgyhogy inkább itt maradtam a Free Fire-nél. Majd kéne Wild Rift-et is csinálni. És már egyből ide jönne googolgatni, meg ütögetni. Nézd meg. Mi van, nem látok egy éve zombi szamurájt, vagy mi? Jó van, szavaztok. Felállok ide a legtetejére a izényének, és követ a Poli, nézd meg! Nagy meg vagyok izé lepődve, meg vagyok szendülve, vagy hogy mondják. Mint ha valami egy S1-es izé ruhába lennék. Mi az a Poli ember, nézed már! Majd így foglak leixelni a pályáról, öcskös, hiába motozgatol itt. Mi ez a ruhokszett, vagy mi ez? Ember, letapsollak a pályáról. Hova megyünk, srácok? Ja, bontitokánt, azt nem dobja le a mapra. Jó, van, akkor ezt már tudjuk. Megyünk Riverside-ba, vagy hova? Úgy kell csinálni, hogy ne minuszoljunk meg. Túléljük a top 10-et, meg legyenek killjeink. Úgy adja meg a annyira sok pontot, úgymond. Szóval, nem is tudom, Riverside az olyan, nem tudom, az olyan semleges. Mars Electric. Az már túl késő. Gyerünk izére. Mi ez? Adott meg a Blue Zone van. Nem srácok, de nem oda fog jönni mindenki? Vagy ez hogy van most? Nem baj, én bevállalom. Én bevállalom, hogy lássátok, hogy én nem 5 forintból dolgozok, hanem mindenből. Csak megettem jön egy Poli, hallod? Akkor elsőnek ide a házakhoz kéne lásni, nem? Az a Pal is menne oda, fogadjunk. Fogadjunk, menne a Blue Zone-hoz, de én ezt meg fogom akadályozni. Hogy mivel? Hát nem tudom. Például ezzel. Hova tűnt a Pali? Eltűnt a Pali, srácok, halljátok. De ahogy tűnt el, csak ott menekülni a csöves. De bazd meg, nehogy meglegyen már az első killünk, mi? Hát... az mennyi lövés volt, hallod, Józsi? Valaki számolja már ki nekem, hogy mennyi lövések voltak azok, és még nem halt bele a Pali. Megszerzem az ilyen tokeneket, öcsém. Green ticket, zöld ticket. Free Fire World Series. Izé. De már tudom egyből ezeket a rövidítéseket. Hát én ott dolgoztam. Én a Garenának a e-sportjában dolgoztam. Hallod, mi az motor?
Anyád, akkor mégse vagyok itt egyedül, hallod? Hát nézd már meg ezeket, hallod? Te követnek ide? Levágták a tervemet. Be vagyok drótozva, hallod? Hát mindjárt vágom a nyakamat, azt... izé... kiveszem belőle a csippet, mert lehet oda rakták vele. Csak akkor megölem magamat. Na mindegy. Na mindegy. Szkópol nekem a játék, bazd meg, azt edesen nyomok. Ja, mondjuk oda nyomtam, de mindegy. Nem akartam bevallani amúgy, hogy már se tudom, hogy hova nyomkodok ebbe a játékba. Csak játszok. Jó, akkor innen is megyek. Innen is megyek, srácok, megkerülök és oda fogok bejukadni. Figyeljétek meg, oda fogok kiukadni, ez a tervem. Felszínom előtt ezt a dobozt. Ja, múltkor ilyen dumálós videóba érte valaki, hogy amúgy jó lenne a videó, csak unalmas ez a idióta duma. Most nem tudom, hogy abban mi volt az idióta duma, azon kívül, hogy volt poénkodás. De igazság szerint én úgy videózok, hogy szeretek is benne dumálni. Ja, mondjuk most pont csak a játékról beszélek, de majd a videónak a második felébe nem a játékról fogok. Ezt majd várjátok ki, akik szeretik azt is, hogyha másról dumálok. Szóval, ja, hát nem tudom, nem biztos, hogy mindig meg fogom majd csinálni így a videókat, hogy jaj, akkor az első felébe csak így a játékról, meg ilyen, meg szigorúan csak a játékról, meg ilyesmi. És akkor majd utána pedig másról is. Hát, ahogy majd jön, meg amire lesz időm. Most ha csak arra lesz időm, hogy játszok, bazd meg, azt beszélek komolyabb témákról, akkor arról fogok. Ha nem, meg ha lesz arról kedvem, hogy a játékról beszéljek, hogyha nem tudok semmiről, akkor a játékról fogok csak beszélni. Ez ilyen egyszerű, srácok, top 23 van, easy. Ebből már 3400 pont lesz, srácok, nem? De hogy nem. Úgyhogy a királyok leszünk. Hát, elértünk valamit azért. Ne tagadjuk le azért. Ez ma eredmény, én azt mondom. Kis lépés a Free Fire közösségének, de nagy lépés az egómnak, nem amúgy. És végre elmondhatom majd a klubok, vagy felmentem a Free Fire-be 3400 pontra. Töltsétek ki egyből az ingyen koktélt, nem? Egyből mindenki letérdel majd, hogy milyen kemény vagyok. Mert oda csak ilyen bronzosak járnak. Nem amúgy. Hát se tudom, miről beszélek, ember, klubokba se járok. Máma volt egy fura álmom amúgy. Ezt majd lehet elmesélem, amikor majd a második fele lesz a videónak. Az a baj, már nem is emlékszek rá. Nem emlékszek, csak ilyen rövid bevillanásokra, hogy mik történtek abba. Hát nem túl jó dolgok. Vagy nem tudom. Olyan volt rossz. Csak ilyen agyfasz volt. Na megérkeztünk ide. Kaptunk serpenyőt is, nagyszerű. Iszunk. Gomba, azt fel kell szedni, mert ugye hát... A legnagyobb grandmesteres tipp az, hogy fel kell szedni a gombákat. Én is így mentem fel még annak idején, amikor fénykoromba voltam. Jó, begombáztam magamat, minden azt egyszer csak azt vettem észre, hogy grandmesterben vagyok. Nem tudom, hogy mi történt. Lehet, hogy csak beképzeltem, vagy csak odaképzeltem, de bevált nekem ez a trükk, úgyhogy nektek is ajánlom. Én azt mondom, várjál már, hogy feljövök ide. Hármas helmet, az jöhet ez nagyon, és akkor a távolról le tudok valakit darálni ezzel az izével, fegyverrel, közelre meg, hát csak jó lesz ez az izé, ha van benne egy csomó lőszer, minden, ami kell még ehhez, gyors ide beülök, így is gyorsan nyomának kell amúgy, szóval megvárom, hogy mi van, várom, hogy szűküljön a kör még, azt majd meglátjuk, mi lesz ebből a meccsből. Olyan rég játszottam egy ilyen más skinekbe amúgy. Az a fej, nézd meg. Az a fej, te. Zombi szamuráj. Nem semmi. Hát igen. Most úgy visszamennék ilyen évekkel ezelőttre, mondjuk én mikor nem. Azt akkor legyen meg nekem. Király lettem volna. Hogyha S1-es elite fasz lett volna amúgy, na akkor lettem volna az igazi király. Na megérkezett a kör, top 10 mártunk. De az a baj, hogy aki idáig túlélte, annak biztos, hogy brutál jó aludja. Szóval,
Majd meglátjuk. UMP. Az nagyon OP. Erről tudom, hogy nagyon OP. De tényleg nekem, amikor játszottam UMP-vel, úgy tűnt, hogy OP-b, mint régen. Na mondjuk várjál csak, shotgun. Jó, ez jó lesz. Ez jó kiegészítők nélkül is. Csak be kell vele találni valakit közelről, azt szavasz. Mint egy stock elférne rá, de mindegy. Nem tudom, ez az egyes stock már nem javítana rajta szerintem. A biztos kezek, azok javítanának. Én meg eléggé egy shotgun player vagyok, úgyhogy ne féljetek, srácok. Ettől kell majd felni, hogy ezeknek az embereknek, akik még élnek, brutális lootjuk van. Azt úgy kettébe szednek a csém, mint valami... Nem is tudom. Oh, itt jön. Ez csak leugrott a pali. Hát akkor nem szóltam semmit. Mi az ott? Valami X. Jön felém, hallod? Mi ez? Ez már valami... Ez is ilyen drón, csak ez valami vadászrepülő, vagy mi? Azt le fog lőni? Jó, én innen inkább elmegyek, nem kockáztatok. Már ilyen izéket küldenek rám, torpedó bombákat, vagy miket. A rendes izé vadászrepülőket, drónokat. Nem játszunk ilyeneket. Nem baj, ez már megvan amúgy. Erre már megadja az annyi pontot, úgyhogy most már ünnepelhetünk. Én azt mondom. Miért kell mindig fújni az orromat, bazdmeg, mikor nem is vagyok beteg? Ezt mondja meg valaki. Ez már mióta így van amúgy, de nem csak nálam. Több embernél is. Valami biztos van a háttérben, hogy csrácka, amit nem tudunk. Na mindegy. Anyád. Ja, megérkezti, egyve egyezünk, jó van. De ez mi a faszom ember? Erről beszéltem, nézzétek meg mennyi történt bele, de látom a 170 HP van a palinak. Mert ilyen 4-es brutál vesztje van a palinak, meg ilyenek. De ember, hol észte? Hát ez mi a faszom volt amúgy? Az Aim is alig fogott. A pont nem lett meg amúgy. Nem lett meg mi? Na mindegy leszállom, úgy is megyünk majd még. Mert ezt a videónak az első fele volt, hagyném. Nem lett meg amúgy, mert ma megláttam a harmadik szememmel, nem amúgy. Na hát itt vagyok a videónak a következő felével, és ennek a résznek úgymond azt a címet adnám, hogy a jövőnek, a zöldnek kell lennie. Igen. És hogy miért is gondolom ezt? Hát ez úgymond nem csak az én véleményem, nem csak az én meglátásom, hanem úgymond más embereké is. Illetve ez egy egyértelmű dolog lenne. És hogy azt, hogy a jövőnek zöldnek kell lennie, hogy értem? Hát úgy, hogy nem szabadna elpusztítanunk a természetet. És nem az, hogy nem kéne elpusztítani, hanem hogy még jobban növelni kéne azt, ami körülvesz minket, azt az adott természetet, ugye? Nyilvánvalóan úgy lenne a legjobb, a legtermészetesebb, úgymond a legszebb, hogyha ez magától történne, de hát, amint tudjuk, nem tudjuk fenntartani azt a természetes folyamatot, hogy úgymond a természet az magától alakuljon, ugyanis ugye kivágjuk az erdőket, építkeznek ide-oda, ugye az azzal jár, hogy kivágják ott a növényeket, a fákat, mindent, és nem mehet úgymond természetesen az a folyamat, hogy változnak a dolgok, de a természet fent is tartja magát, tehát nekünk kell ezt pótolni, a mi feladatunk lenne, hogy ezt a amit elhasználunk, ugye a természetből, azt pótoljuk. De hát ez ugye nem megy annyira jól az embereknek. És már pedig igenis a zöld az a jövőnek, a fejlődésnek a jele. Mert most bevágok majd ilyen képeket, hogy egy jövőbeli város hogy nézne ki úgy, hogyha ilyen zöld lenne, tehát ilyen zöld város, vagy nem tudom. Majd látjátok a képeket, és akkor most nézzétek meg, hogy ennek a látványa nem kelt modernebb látványt, mint egy olyan városé,
amiben semmiféle zöld szín sincs, semmiféle növény sincsen, hanem csak ilyen, ilyen neon világítású, ilyen óriási felhőkarcolók, meg ilyen füstfelhő, meg ilyenek. Na most, melyik jövőkép, meg melyik látvány kelt, úgymond szebb látványt is, meg fejlettebb látványt? Hát szerintem egyértelműen azok a képek, amiken ilyen zöld városok vannak, ugye? Tehát, hogy úgy vannak a városok, hogy mintha egy ilyen erdő közepében lennének konkrétan. Tehát, igen, minél több fa, minél több növény egy városba, annál modernebb látványt fog kelteni, meg nem csak látványt, hanem modernebb is lesz az egész város. Tehát ezt így kéne megoldani majd a jövőbe, hogy ilyen városokat kell majd létrehozni, és hogy ez miért is lesz jó. Nem csak azért, mert úgymond ez fogja jelenteni nekünk az igazi fejlődést. Egyik ok az, hogy nagyon jó lesz a levegő, ugye? Tehát nem az lesz, hogy bemegyünk a városba, és akkor megfulladunk, hanem az lesz, hogy bemegyünk a városba, és de jó, itt a levegő. Tehát igen, jó levegő, úgymond természetesebb élet, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem azt fogják látni majd az emberek, hogy ugye repülnek az autók, meg mit tudom én, meg egy fűszál sincsen a városba, hanem azt fogják látni, hogy igenis kimennek, mindenhol szép zöld növények, fák, minden, és élhetnek egy olyan városba, egy olyan környezetbe, ami úgymond így kedvező is számukra, tehát semmiféle negatív dolgot nem tartalmaz, ugye, mint esetleg egy olyan város, ahol semmi, még egy fűszál se nő, meg csak jönnek ki a gyárakból a nagy füstök, aztán ennyi. Szóval szerintem a jövőnek mindenféleképpen zöldnek kell lennie, úgymond. Nagyon jó elképzeléseim is vannak, hogy miként lehetne felépíteni egy ilyen várost, úgymond. Tehát én úgy képzelném el ezt, hogy a város központban egy full erdő van, úgymond, tehát ilyen erdős rész. És akkor ahogy megy kifele ez az egész, úgy lesz egyre csekélyebb, úgymond így az erdő, meg a zöld terület, de nem úgy, hogy eltűnik a végére, hanem hogy úgymond ilyen, hát kevesebb lesz belőle. Tehát úgy például, hogy van egy város központ, egy város negyed, és az egy ilyen óriási erdős rész, úgymond, ilyen növényekkel minden, és ugye ott van a városnak a központja. Aztán például, ahogy megy kifele ez az egész, ott lennének ilyen folyók például, vagy ilyen tavak, folyók, ilyen vízesések, vagy ilyesmi. Aztán, ahogy egyre érnek, ugye egyre távolodunk a várostól, ott pedig már úgymond ilyen kisebb fák, ilyen bokrok, meg ilyesmik. Szóval, nem tudom, ezt szerintem így annyira jó érzés lenne például egy olyan városba lenni, hogy nem tudom, én nekem az úgy jó érzés. Jó érzéssel tölt el az a tudat, hogy ilyen városba lehetnék. Szóval most gondoljatok bele, most egyszerűen nekem az annyira olyan jövőképet fest, ami tényleg fejlett lenne, tehát annál fejlettebb város, meg ilyesmit nem is tudnék elképzelni. Mint hogy tényleg rájönnének az emberek, hogy ez igenis fontos, és egyáltalán nem hülyeség az, hogy ilyen zöld város, meg ilyesmi. És igen, ehhez például az is hozzá tartozna, úgymond, hogy a járműveket kevésbé használnák az emberek, de ezt is nagyon jól lehet megoldani ilyen-olyan technikai dolgokkal, hogy nem bocsájt ki semmiféle ilyen szennyező anyagot, hanem például ilyen, hát úgymond ilyen tömegközlekedések lennének például olyan gépekkel, amik nem termelnek ugye ilyen szennyező anyagokat, és úgymond így még jobb lenne, úgymond így a közérzetük az embereknek, a levegő még jobb lenne minden, és úgymond úgy jobban is meg lehetne oldani ezeket az egész minden dolgokat, hogy nem minden embernek külön kéne mennie, hanem igenis lenne számukra egy ilyen szolgáltatás, hogy akárhova elviszik, városon belül ugye, nem kell fizetni kéne érte mondjuk például, de nem olyan sokat, ilyesmi. Nem kéne
azzal szórakozniuk az embereknek, hogy kocsit vegyenek, meg javítsák, meg ilyenek, meg hogy egyedül megoldják ezt, hanem nem, ott lenne nekik a lehetőség, hogy beszállnak, és akkor elvisz ki őket valahova. Hát igen, erre most is megvan a lehetőség, de az akkor a jövőben majd jobban meg lenne oldva. Szóval, és nem srác, most milyen jó hangzik. Bemész, fák vesznek körül, erdő, minden, körbenézel, madarak vannak a fákon, minden. Mész például egy pár lépést, ott van ilyen tó, egy ilyen mini vízesés, abban halak vannak. Beleszagolsz a levegőbe, érzed a jó illatot. Körbenézel, csak ilyen fák vesznek körül minden. De mégis ott vagy egy városba, tudod? És szerintem ez az igazi fejlődés. Ilyen lenne egy igazi fejlett város. Nem olyan, amit mi képzelünk el. De ezt a jövő úgyis meg fogja követelni, úgymond. De ez már úgymond az új korszakban lesz. Előtte pedig ugye, hát azok fognak történni, amiket az előző videóban meséltem, vagy amikről teorizáltam, nem tudom. De hát eléggé nagy valószínűséggel ezek meg is fognak történni. Szóval, igen, vannak ilyen városok a manapság is, de nem globálisan elterjedve, tehát ilyen-olyan gazdag városok, meg ilyesmik ugye már ebbe az irányba mennek, mert ők már rájöttek, hogy ez lesz a jövő. Így kéne egy várost felépíteni. Tehát akármilyen úgymond ilyen gazdagabb várost, gazdagabb negyedet megnéztek, ott is mit láttok, hogy teli van növényel, teli van fával, mindennel. És ez nem véletlen úgymond. Szóval ez egy nagyon fontos dolog. És hopp ott monsterezgetnek. Hát nem tudtam elég jól bedarálni a palit, de úgy látom, hogy ő már tud engemet. Anyád, ilyenkor meg nem tudok beszkópolni, mit csak akkor tudok, amikor véletlen nyomok rá. Istenem, bazd meg, nem mindegy. Gyors, mert kitezek egyet. Úgy mondta, hogy... Mi, 28-at sebzek fejre? Mi a szar? Kettes izé van, mazilöm. Az nem is olyan szar. 28-at sebzek. Nem tudok célozni, geci, de ez meg hogy lő belém? Párat is, akkor már... Szétlőtte a falamat, egyet még belém lőtt. Ja, hogy ezek ilyen tímer köcsögök, bazd meg. Nézd meg, öcsém, csicskákat. Nézd meg, így tudnak játszani. Két nub köcsögöcsém. Report teaming, igen. Confirm, igen. Nézzétek vissza a gameplayt, minden, gadenások. Csináljatok is valamit, ne csak a pénzt gyűjtsétek be, bazd meg, azt bannoljátok ki az ilyen kutyákat. Mindegy, meglett a 3400 pont, ami igazság szerint a célunk volt. Ez a lényeg, nem srácok? Az ilyen majmokkal meg ne törődjünk. Hát igen, majmokat nem kéne berakni abba a városba, nyilván. Igen. Hát ez majd úgy is el fog dőlni, ugye, hogy mi lesz az ilyen új korszokba, az ilyen életvitel. Az is lehet, ugye, amit mondtam, hogy ennyi volt, vagy megint feláll az emberiség, és akkor majd ugyanazt megcsinálja. Hát én nem tudom, egyszerűen. Hát... Meg az is úgymond így jó néz ki, mint például az ilyen egyiptomi képeken, hogy amikor ugye lehetett látni a régi piramisokat, szerintem az is egy nagyon jó látvány lehetett, meg úgymond oda mennék úgymond a legjobban vissza, hogyha vissza lehetne utazni az időbe, hogy megnézem, hogy akkor milyen volt, mert az olyan képeken úgymond úgy van ábrázol, hogy minden teli van növényel, minden, és akkor ott állnak a piramisok, minden ott folyik a folyó, meg minden ugye, szóval... Az is egy annyira modern látvány lehetett, még ha nagyon régen is volt, hogy nem tudom, szihetetlen. Szóval az is, milyen jól nézve már ki, úgymond, hogy ilyen olyan város, hogy ilyen több-több részre van osztva, tehát ilyen sivatagos, ilyen homokos, meg ilyesmi, és akkor azt is úgy meg lehetne oldani, hogy növényes, meg minden, az is tök jó néz neki szerintem. Meg azért sem, úgymond ilyen véletlen ez az egész, hogy ennek így kéne történnie, mivel az úgymond ilyen,
komolyabb ilyen tanításokban is az van benne, hogy úgymond a természettel kapcsolatba kéne állnunk, méghozzá jó kapcsolatba. Tehát igen, és az, hogy most milyen kapcsolatban állunk a természettel, hát az szerintem nagyon-nagyon csekély, hogy ezt lehetne valami jó kapcsolatnak nevezni. Szóval és ezt nem lehetne egyről a kettőre megteremteni, hogy azt mondjuk, hogy csettintünk egyet, oké, elültetünk pár fát, és akkor megmentjük a világot, megmentjük a földet. Mert egy az, hogy akármennyi fát ültetünk el, nem fogjuk megmenteni az emberiséget, nem fogjuk megmenteni a földet. Ugyanis majd, ha esni fognak az atomok, akkor minket nem fognak megvédeni a fák, hiába bújunk be a lombjuk alá, hiába bújunk be a fa alá, nem fog minket megvédeni ez az egész. A saját pusztulásunk előidézésétől nem fog minket megmenteni az, hogy fákat ültetünk, meg hogy ilyen-olyan zöld környezetbe élünk. Tehát elsőnek mindenféleképpen fejben kéne megváltoztatni a dolgokat, utána pedig majd azt, hogy milyen is legyen a jövő. De akármi is van, én azt ajánlom mindenkinek, hogy úgymond próbálja meg nem tönkretenni azt a környezetet, ami jelenleg körbevesz minket, illetve hát ez ilyen sablonosan fog hangzani, de ültessünk fákat, ültessetek fákat, majd én is akarok. Most így eszembe jutott, úgymond, amikor gondolkoztam ezen, hogy majd ültetni kéne, akárhova, nem csak a házatokba, akárhova. Most igazság szerint, ha 100-ból egy is kinő, már az is haladás. És igen, ez sem fogja egyről a kettőről megváltoztatni a dolgokat, mivel nem vagyok faszakértő, de az biztos, hogy egy normális kifejlett fa az ilyen 50 év minimum, tehát jó, ilyen 30, nem tudom, 20-30-50 biztos, amíg egy jó kifejlett fa lesz belőle. Tehát akkor se fog megoldódni egyről a kettőről a dolog, de legalább úgymond tettünk valamit meg azért nem mindegy, hogy például elülteted, vagy valamiskor, mit tudom én, 20 év múlva, amikor arra jársz, akkor igenis tudni fogod, hogy most te miattad van az, hogy ott például 10 darab nagy kifejlett jó fa áll, ami igenis tesz azért, hogy a környezet meg a természet az jó legyen. És most lehet, hogy ez vicces, meg ilyesmit, most gondoljatok bele, hogy például az a 10 fa mennyire hálás lesz neked, hogy kinőttek, hogy 10 nagyméretű kifejlett fa lett belőle, hogy az a környezet, ami arra van, az mennyire hálás lesz neked, úgymond azért, hogy ott jobb a levegő, hogy ott egy 10 kifejlett fa áll, meg minden. Azért ezek nem mindegyek az ilyen dolgok. Szóval, meg például a házatokban is, vagy ilyesmi, most oké, lehet, hogy már akkor nem fogsz ott élni, amikor kinő a fa, meg ilyesmi, de akkor is ott, abban a környezetben jobb lesz a levegő, jobb lesz minden. Csak hát sajnos ez a baj, hogyha magunkat kipusztítjuk, akkor minket nem fognak megvédeni a fák, tehát elsőnek magunkat kéne megmenteni, utána a környezetet, úgymond szebbé tenni, meg bővíteni. Szóval hát, ja, ennyit így a komolyabb részről, így a videónak. Na, szavaztok, meg lett 3400 pont, minden, volt a játékról is pofázás. Na, most már szavaztok.